bajszos legényt rejt ez a fátyol. Hasonló érdekességek várják azokat, akik ellátogatnak a kiállításra. A tárlat anyagát Kunics Zsuzsanna és Gyanú Szilvia állította össze. Az egyik rész a farsangi népszokásokat gyűjti csokorba. Kanizsa környékén, egészen a közelmúltig, de talán egy-két településen még a napjainkig is megmaradtak olyan régi hagyományok, mint mondjuk a maszkázás, vagy más néven maskurázás szokása, egy-két szőlőtermő településen az asszonyfarsangnak a hagyománya is megmaradt, és éppen a fánk sütése is. A polgári Nagy Kanizsán szintén a mókázás jegyében telt a farsangi időszak. A város első állarcos báját a koronaszállóban tartották a 19. század elején. Már a korai forrásokban is szerepel, hogy ez a kanizsai sár mindig előjön itt február idején, amikor nem havas jeges volt az út, hanem saras, akkor puttonyokban vitték a leányokat a bálba, hogy nehogy összesározzák a szép új ruhát. A kiállítást az Országos Farsangi Fánk Fesztivál keretében rendezték meg. Nagyon örülünk, hogy lehetőségünk volt csatlakozni a 10. jubileumi Országos Fánk Fesztiválhoz. Kámánné Szép Teréziával együttműködve találtuk ki és ötleteltük ki ezt a tárlatot. Cseresnyés Péter, a Fánk Fesztivál fővédnöke a megnyitón arról beszélt, az országos hírű gasztrokulturális program már a ünneplett Nagykanizsa életében. Köszönet a múzeumnak a mai kiállításért, köszönet a Fánk Fesztivál szervezőinek, hogy már 10 alkalommal sikerült ünneppé varázsolni ezt a farsangi időszakba levő Fánk Fesztivált, és én arra biztatok mindenkit, hogy holnap vegyünk részt a Fánk Fesztiválon, kóstoljuk meg a finom fántokat, ezzel is biztatjuk arra majd terítés és kollégáit, hogy ne csak 10., hanem akár 20., vagy éppen 25. jubileumű fánkfesztivál is legyen Nagykanizsán. A farsangi hagyományokból a Honvéd Kaszinó városi színpadának tagjai is ízelítőt adtak tegnap a múzeumban. Húshagyó, húshagyó, lányokat itt hagyó!